Ez egy 1979-es Chevrolet Monte Carlo, egy V8-as motorral rendelkezik, 5000 köbcentis autóról van szó. Ez az autó szerepelt a Denzel Washingtonnak a filmjében, a kiképzésben. Igazából eredeti állapotban van az autó, a fényezésén volt javítás, a belsőjén minden eredeti teljesen, tehát ahhoz nem lett hozzányúlva, kivétel a fényezése. Ezekből az autókból szoktak csinálni lowridereket Amerikába, a gangster autóknak mondják.